Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon! Ezúttal a napenergiáról, napelemekről, elektromos járművekről, illetve arról a törekvésről fogunk beszélni, amely észrevehető a világot uraló és irányító elit részéről, hogy az egész világot igyekeznek átállítani az elektromos energiára illetve az ezen működtetett eszközökre a nagyobb ellenőrzés érdekében. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig úgy gondolom, hogy mostanra egyértelmű kell, hogy legyen, hogy mindaz az álomvilág, amit felépítettek számunkra az elektromos energiával, a napenergiával, úgy általában a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban az valóban csak az egy álomvilág, és soha nem fog megvalósulni az, amiről beszéltek. Nem csak azért, mert ezt nem lehet megvalósítani, hanem azért sem, mert nem akarják megvalósítani a cél egyáltalán nem az, hogy a környezetet óvják, hiszen a környezetet akarták volna óvni, akkor nem engedélyezték volna azt a pusztítást, ami megy ma a világban. Erre fogok egyébként mutatni egy videót hamarosan a Joe Rogan podcastból a kobalt bányákkal kapcsolatban. De akkor nem engednék, hogy szennyezzék a vizeket, a gyárak, a levegőt, a földet, tönkretegyék mindenhol az életkörülményeket és kizsákmányolják az egész világot nem tudom, hogy miért olyan nehéz ezt elfogadni, meg felfogni, hogy a világot uraló és irányító elit az egyszerűen csak más sportákban és más szabályok szerint játszik, mint a normál emberek, vagy legalábbis az embereknek a többsége. Oly egyszerűen is könnyedén mindenki feldolgozza azt, hogy a politikusok korruptak és hazudnak. Ugyanezek az emberek csak külföldön dolgoznak ezekben a szervezetekben. Teljesen mindegy, hogy valaki magyar, német, vagy új zélandi, mindig az kerül majd a csúcsra, akinek van egy ilyen pszichopata tendenciája. Tisztelt a kivételnek persze. Úgyhogy a cél sosem az volt. A cél pontosan az ellenkezője volt az, hogy limitálják az embereknek a szabadságát. Mennyivel egyszerűbb korlátozni a mozgás terét valakinek, hogyha egy elektromos autóhoz van kötve. Nem, már a mostani kiépült infrastruktúra mind a gázüzemű vagy a fosszilis energiával működő autókat támogatja, Amikhez rengeteg állomás van, eljuthatok a világ bármely pontjára, megállás nélkül a tankolást kivéve. Azonban az elektromos rendszeren nem ez a helyzet. Oda rakják a töltőállomást, ahova akarják. Szóval a cél nem az volt, hogy a környezetet védjék, hanem hogy limitálják az embernek a mozgás terét és a mozgás és szabadságát. De nézzük, hogy mi az, amiről szó van a Joe Rogan podcastban. This is so crazy to see. This is the bottom of the supply chain of your iPhone, of your Tesla, of your Samsung. I mean, I'm just naming those companies. Tesla, Samsung, az iPhone-nak mind ez a, az erőforrásokat itt nyerik ki. Szóval itt kezdődik az ellátási lánc, és ez egy kobalt bánya. Right. it's all of them, right? All of them. We're not just picking on them. And here's what you need to know, Joe. Mindegyik egyébként az összes akkumulátor. Joe, so about this video. I was Szóval ő volt az első külsős, aki bejutott ezekbe a bányákba, ezért ilyen rövid ez a videó. De csak figyelj meg mindenki, hogy mi az, ami történik ott. Szóval azok a vegánok, meg vegetáriánusok, meg állatvédők, meg akármi védők, akik küzdenek, és közben rohangálnak az iPhone-nal, meg az elektromos energiát próbálják mindenhova bevezetni meg az akkumulátoros készülégeket lehet, hogy ezt figyelmen kívül hagy, hagyja. This is an industrial cobalt mine where there's not supposed to be one artisanal miner. That... So valamit nem lehetne egyetlen egy bányász sem, ez egy ipari bánya terület. That's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. So szóval nem lehetne emberi bányász sem, csak és kizárólag a gépek, ezek a traktorok, meg a különböző markoló emelőgépek. Ugye ezt mondják az embereknek, akik a másik végén állnak az ellátó láncnak, akik ezeket a termékeket megvásárolják.

és 15 ezer ember dolgozik ebben a gödörben, mint bányász. De ez nem csak a Joe Rogan podcastban hangzik el ez a történet, hanem olvashat erről, aki akar, a rakéta.hu weboldalon például, de a Telex is ír erről, vagy a Greenfo, illetve a haszon.hu fejlődés ára kongói gyerekek életébe kerül a lítium ionos akkumulátoroknak a készítése. Már 2019-ben olvashatott volna erről az, akit annyira érdekel a környezet. Persze a környezet jobban érdekel mindenkit, úgy tűnik, mint az emberi életek. A kongói demokratikus köztársaságban gyermekmunkások bányásszák a mobiltelefonok, laptopok, elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges kobaltot. A UNICEF és az Amnesty International már régen felhívta a figyelmet a problémára, de a helyzet nem javul. Ebből a kobaltból egyébként, amit kék aranynak is hívnak, más fémekkel kombinálva erős, stabil, rozsdásmentes, rozsdásodásmentes örtvözött készíthető. 2016-tól 18-ig 26 000 90 ezer dollárra emelkedett a kobaltnak az ára, a piaci ára, ami meg háromszorozódott, és a nagy gyártócégek leginkább afrikai bányából hozatják ezt, 60% -a, a kongói demokratikus köztársaságból érkezik. A nyilvánvaló probléma az, hogy nem oszlik el az a vagyon, amit ezért kapnak, ugye hasonlítják ezt a fekete olajhoz, hanem azoknak a kezébe kerül, akik a hatalmat gyakorolják, és aztán ők fegyveres erők segítségével ezt fenn is tartják, ezt a hatalmat. Egyáltalán nem demokratikus, ezeknek a bevételeknek az eloszlása, hanem tovább növeli a társadalomban az egyenlőtlenségeket, illetve ahhoz vezet, ugye, hogy a hatalom az diktatórikus lesz abban az országban, és általában ezekben az afrikai országokban. Ezen a videón látható az, hogy hogyan dolgoznak ezek a gyerekek a kobaltbányákban, és én magam használok telefont, de én nem is mondom azt, hogy én meg fogom menteni a környezetet azzal, vagy a világot azzal, hogy én mennyire jó lélek. És ha el lehetne kerülni, természetesen elkerülném ezt azonban, nem lehet. Ön érdemes elgondolkozni viszont, hogy nem ezért kellene harcolni, hogy ezeket a dolgokat valahogy kiegyenlíteni, mint hogy azért, hogy megújuló ne energiaforrásokat telepítsünk ide, oda, a moda, ami ráadásul erre épül. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!